Belgium bánata. Részlet. A satnyák 2 évvel azelőtt bukkantak fel. Az ő eredetük magyarázatát épp olyan szántan keresik, mint a gyermekekét. Olyan napsugarakból bújtak elő, melyek akkor is a levegőben maradtak, amikor a nap már lement. A fűszálak közt megülő párából. A láthatatlan hurkákból, melyeket a hasmenéses angyalok pottyantanak el mindenfelé. A harmadcseppekből, Isten verejtékcseppjeiből. Minden másodpercben sok ezernyi születik, és 80%-uk azonnal elpusztul. A satnyák, mindahányan, együtt is csak a Szentlélek szempillájába akadt, egyetlen kicsike homokszemet képeznek. A satnyák mindig nevetnek, történjék bármi, még az elképzelhető legnagyobb szörnyűségben is csak nevetnek. Hallhatatlanul, láthatatlanul, az ember mégis tudja, hogy nevetnek. Mesélj még a satnyákról, kérte Vliekhe. Légy szíves, könyörgött Vliekhe oly rég. Na, Louise, mondta Vliekhe és megsimogatta a térdemet. A satnyanőknek virágbunda fedi a testét. A hajuk színe a hangulatuknak megfelelően változik. Csak a nőknek? Csak a nőknek. Milyen színű a hajuk? Ha a satnyanő dühös, természetesen ugyanúgy nevet, de a haja, a szemöldöke és a szempilláj mind paradicsompirosak lesznek. Ezen egyébként a satnyanő korát is könnyedén le lehet mérni, mert a fiatalabbak, akik még nem igazán tanultak bele a hajszínváltásba, ilyenkor csak rózsaszín tudnak produkálni. Amikor gyászolnak, mert például napfelkeltekor felfedezik, hogy nagyon sok nővérük pusztult el, egyszer csak koromfekete és ezüstpettyes lesz a hajuk. És amikor elégedettek? Fűzöld. És a féltékenyek, mint Kriss nővér? Sárga, mint a tojás sárgája. Mindent megesznek, amit meglátnak, kivéve a horizontálisan mozgó dolgokat, mint például, most csak mondok valamit, a gilisztákat és a varangyos békákat, mert ők maguk vertikálisan keletkeznek a napsugarakból. De bármikor örömmel benyelik a szivart, a cipőfűzőt, a kicsik rákcsáit, a ruhacsipeszt. Na de mit csinálnak? Ránk se bagóznak. Legalábbis általában. Csak olyankor, ha megsértjük a szabályaikat, ám mi nem igen tudjuk, mik ezek a szabályok. Mit csinálnak? Leginkább bambán bámulnak maguk elé, és imádkoznak. És közben egyfolytában nevetnek? Bernadett Subrius is nevetve imádkozott. Miért nem bagóznak ránk? Mert ez nekik szörnyen veszélyes. Ha véletlenül belenéznének a szemünkbe, azonnal elolvadnának. Beszélni tudnak? Állandóan fecsegnek, de ha hallanánk is őket, egy szavukat sem értenénk, mert holmi satnya-hatnya halandzsát hablatyolnak. Az apostolok nevettek. Louis felettébb büszke volt, de nem mutatta. A satnyák nem mosnak fogat, nem fűzik be a cipőjüket, és nem gombolják be celluloid gallérjukat. Naphosszat édességet rágnak. Feltaláltak egy csokoládét, amely nem olvad, s nem fogy el. Gyakran arcukat a földhöz szorítva énekelnek. Nemzeti himnuszuk a Tantum Ergo. Nagyon egészségesek, főként mert sohasem mosakszanak. Akár csak te, szólt közbe Bajtbír.